a csatorna támogatója a G2A, azaz a G2A. A leírásban található linkre kattintva olcsóbban vehetsz játékokat, akár a House Flippert is, elektronikai termékeket, vagy akár gamer cuccokat. Szóval katta linkre és nézz körül! Üdv mindenkinek, sziasztok! Csabinyó vagyok, ez pedig a Bunfinders negyedik része. Nagyon sokan írtátok, hogy a cuccokat, amiket szereztem eddig, azokat ugyan adjam már el, úgyhogy én utána jártam a dolgoknak, mert ezt nem tudtam, hogy hogyan kell, tehát erre még magamtól ugye nem jöttem rá, úgyhogy ez lesz most a fő cél, hogy eladjuk a cuccokat, illetve azt is írtátok, hogy hosszabb részek legyenek ebből a sorozatból, mert igaz, hogy kevesen nézitek, de akik nézik, azok nagyon szeretik. Úgyhogy megpróbálok ennek is eleget tenni, de majd meglátjuk. Na, szóval ez itt a bolt, kérem szépen. És ezekre a polcokra már rá is tudom pakolni a cuccokat, egy jobb klikkel. Most ezeket tette rá, ide is tudok tenni, hát ez egy kormánykerék, illetve a fele tudja, hogy ez micsoda. Aztán tudom tenni ide is. Igen, igen, igen. A talicska került rá, akkor azt hiszem, hogy nem, erre még nem tudok tenni. Tudok tenni még erre. Ó, a pacsi farkas kikerült. Jaj, de aranyos vagy. Máshova nem tudok tenni, ezeket majd egyébként föl lehet szerelni, tehát ebből is lehet polcot csinálni $265, de először vásárolnom kell egy upgrade cuccot, várjunk, itt is van, így van. Fegyverfejlesztésnek írja, 230-ba kerül, ezt én meg is vettem. Tutoriál, a zálogház beállításai. A fejlesztett fegyver segítségével testre szabhatod a zálogházadat. Használja a polcok fal, padló és poszterek testre szabására, fejlesztő állomás tárgyak takarításához, javításához és összeszereléséhez. Így van. Na szóval, van most az a kis cuccom. Na most $184 maradt csak, szóval ezt nem tudom fejleszteni, de majd ebből mondom polcot csinálunk. Aztán itt van a cleaning station, a koszos tárgyakat itt lehet majd megtakarítani, és a tényleges raktáram az pedig ez. A koszos cucc az az, ami mellett ilyen legyek, vagy nem tudom mik vannak. Szóval ezeket majd meg kell takarítanom, tehát a cicát, a bábút, a guminőt, és akkor még ezt. Ezt a Pavel a Bölcs nevezetű festményt. Jó, szóval ezeket nekem mind meg kell majd takarítanom, mert másképpen nem tudom eladni. Ezeket össze lehet szerelni, azt tudom. Tehát itt van például a motornak a váza, itt van maga a motor, tehát ezekből majd egy motor, tehát egy komplett motorkerékpárt lehet csinálni. Itt van hozzá a kerék is. Viszont ez, ami mellett ilyen kalapács van, ez nem tudom, hogy ezt talán szerelni kell, meg kell javítani? Nem, ebben még nem vagyok biztos, ezt nem tudom pontosan, de majd rájövünk. Most nekem meg kéne nyitni a boltot. Szóval akkor ez úgy működik, hogy kijövünk itt a bolthoz, és akkor ez ugye ki van írva, hogy closed, tehát akkor nyissuk meg. Tutoriál, eladja az ügyfeleknek. Hát ez szép a magyarítása mindig. Szóval, kattints az ügyfélre, hogy elkezd az eladást. Eladhatod, elutasíthatod, vagy alkudozhatsz. Amikor alkudozol, ne légy túl mohó, különben pénzt veszítesz. Úgyhogy bezárás, és akkor open. Gyerekek, a close-ról már is open lett, úgyhogy igazából már csak annyi a dolgom, hogy várni kell a vevőket, és az első vevő megérkezett. Will Smith ismét kijött a sötét erdőből. Jó, úgy látszik, hogy ő nem vevő, csak dumál nekem folyamatosan. Azt hiszem, hogy ezt megnyomom. Így van, rákerült az autó, srácok. A kocsi. El fogom tudni majd adni ezt is. Na, meg akarja venni a talicskát, gyerekek. $25 ér, az a bolti ára, és $25 adnám el. Na most próbálhatnak alkudozni, úgyhogy próbáljuk meg. És amikor a csík legmagasabb ponton van, a T betű mellett, akkor, akkor kapom érte a legtöbb pluszt. Így van. Van még egy lehetőségem. Hát most jóval lassabb volt a csík. Plusz $6. Oké, srácok, már el is adtuk. Ez az, elvitt a talicskát. Na, tegyünk rá még valamit, ha tudok. Rákerült a hintaszék. Na, akkor adjuk el neki is, amit akar. Hát, alkudozzunk természetesen. Ó, hát ez egyszerű volt. Plusz $2 mondjuk. Na, még egy. Plusz $6. Ó, nagyon király, gyerekek. Ez is jó lett. Plusz 3. Oké, srácok, egy csomót nyertem ezzel. 24 helyet $35 adom el, és azt mondja, király ember. Egyébként itt van, srácok. Halljátok ezt a hangot? Ott van a budipapír. Azt a budipapírt majd le kéne onnan szedni mindenképpen. Újabb vevő? Vajá, akkor a kocsiért jöttek? Ott a csávó. Na hello. $1200. Na srácok, ezt próbáljuk fölalkudni. Ajjajjajjajjaj. Plusz $120, nem baj, jó az. Na még egyszer próbáljuk meg. Na is. Még 300, gyerekek.
F. Eladás. 1200 helyett 1620 dolcsért. Köszi! És már is 1873 dolláron van. Oké. Okay. Na akkor most már meg tudjuk csinálni, amit akarok. Ezt a cleaning station-t ezzel a szerszámmal picit fejlesszük már fel, és mossuk meg az összes csúnya tárgyat. És evel lehet lépegetni, de akkor így. Tutoriál piszkos tárgyak tisztítása az Mikó tisztító állomáson kitisztíthatod a piszkos tárgyakat. Piszkos tárgyaknak piszkos ikonjuk van, hát igen a legyek, amit mondtam. Tedd a tárgyat a tisztító állomásra és takarítsd le a másodlagos akciagombbal. Jó, hát akkor ezt próbáljuk ki, szerezzünk egy piszkos tárgyat, csak közben vevő ne jöjjön, mert... De már jött, fene egye meg. Jó, akkor a cica az jó lesz, és... Na, vajátok, nem. Eladjuk, mert nem akarok itt vevőt veszíteni, aztán bezelik a boltot, egy picikét. Igen. Áj, ezt elcsesztem. Nem fizetek többet. Jó, tudod mit? Vidd el. Most 33 dollár, annyit megért. Tudok például tenni valamit? Így van, tudtam. Na, most bezelik a boltot. Egy picikét. Csak addig, amíg ezeket a tárgyakat megtisztítom, hogy nehogy itt elmenjenek a vevők, azért, mert nem szolgálom ugye ki őket. Na szóval. Na most hova tűnt a cica? Gyerekek, a cicám eltűnt. Haló! Nem értem, mindegy. Igen, így meg kellett volna jelennie a cicának. Na mindegy. Akkor a guminőt idehozzuk. Most lefújjuk. Úgy. Mindenhol szép tisztára, ne legyen ilyen koszos. És akkor ezt tudom forgatni. Hogy is kell? Ja, QE. Jó, lecsutakoljuk. Legyen szép tiszta. Minő, guminő. Várjunk. A keze, aha. A keze az csúnya. Na végre, sikerült. Elem letisztítva. Nagyon szépen köszönjük. És akkor ezt most már elvileg, ha én ezt visszateszem ide, akkor később el fogom tudni adni. Nézzük, visszakerült. Á, ott van. És most már nem piszkos. Jó, akkor csináljuk meg ezt a festménnyel is. De ugye a cica hova tűnt? Nem is értem, na mindegy. Ez az, sikerült, király. Jó, akkor most már ezt is visszatehetjük nyugodtan a többihez. És akkor van-e még koszos tárgya? Nincsen, de a cicám akkor is eltűnt. És engem most ez bosszant, tehát hova tűnt tényleg? Billy bácsi, nem tudod, hogy hol a cicám? Hova szaladt a jószág? Most ha van egy kis pénzem, akkor ezekből a motor cuccokból igazából akár össze is rakhatnék egy motort. Na, gyere! Na, szóval ezt itt fogom tudni felfejleszteni, úgyhogy csináljuk is meg. 700 dollár a felfejlesztés. Ahhoz, hogy használod a fejlesztést, el kell takarítani ezt egymáson. Ja! Jó, bocsánat. Ezt rossz helyre tettem. Úgy. És akkor majd most, ugye? Ah, most már igen. Ez az, gyerekek, nagyon király. Az elemek összeállítása, kombináld a tárgyakat, hogy újakat hoz létre, keresd a feladvány ikont, szükséged lesz rájuk. Tehát ezeket a puzzle darabkákat. Az összeállításhoz nyomd meg a középső állomás középső gombját. Jó, tehát akkor a következő van. Ezt most fogom. Föltettük az a vázat. Jött a kerék, a hátsó kerék. És akkor hozom a többit. Itt a hátsó kerék. Akkor vigyük ezt is oda. Úgy szépen fel a helyére. És akkor már csak a motor rész kell. Tehát a motorhoz kellene a motor. Itt a motor. Így van. És akkor elvileg ebből nekem egy teljes ép motorom lesz. Na nézzük meg. Gomb. Tárgy összeszerelve. Nagyon király. Jó, és akkor ezt a motort, ezt most szépen kiviszük a boltba, kiállítjuk, és hát ha elviszik. 600 dollárt ér egyébként ez a motor. El kéne forgatni. Mi van már ezzel? Haló? Beakadt? Ne már! Na azért. Gyere már be. Nézd meg. Gyere be. Úgy és tegyük ide. Nem tudom rátenni, mert még nincs kifejlesztve a polc mi. Akkor azt dobjuk le ide most. Viszont 265 dollárért meg tudom csinálni. Jó, és akkor most már rá tudom tenni a motort. Elvileg, ugye? Így kéne működnie, ahogy én tudom. Várjunk. Hát tesszük ide. Ja, erre rákerült ez a dekódoboz. Jó, akkor a motorral még nem foglalkozunk. Nem értem, hogy ezt most hova kéne. Lehet, hogy nem is itt kéne eladni, hanem a garázsban. Egyelőre így szépen eltároljuk. Jó. Na, nyissuk ki a boltot. És akkor most már adjuk az összes cucc a gyerekek. Na, köszönöm. Mert most már azért van mit eladni, ismételten. Nézzük, most le tudok tenni a falra bármit. Nem, még mindig nem. Oda a kép viszont felkerült. Itt nincs helye semminek. Jó.
No, hát akkor jöhettek vevők. Á, jött is valaki. Hol vagy? Á, itt vagy. Hogy beszélsz? Hogy beszélsz te? Na, Pacsi farkasért akar adni 75 dolcsit. Hát alkudjuk fel. Á, így nem sikerült. Nem fizetek többet. Próbálj meg még egyszer. Ez az. Plusz 8 dollár. Hát nem valami sok. De örül neki. Szívesen. Tegyünk rá még valamit? A budi. Ha, rákerült a budi, ami egyébként nem is tudom most mennyibe kerül. Na mindegy, majd kiderül. Itt a következő vevő. Hello. 222 dollárt adsz ezért a budiért. Ez most komoly? Adjál már még többet? Ez az. Plusz 22 dolcsi. Adjuk el neki. Eddig tartott az alkudozás. Király. A guminő! Hoho, gyerekek! Na ezt vagyok, ki fogja megvenni. Ha ezt egy csaj akarja megvenni, azon én nagyon meg leszek lepődve. Az az igazság. Egyébként szerintem ezeket a kalapácsos cuccokat... Jaj! Mi ez a hang? Mi a fene volt ez a hang? Hello! Na jó, adjuk el neki? Ezt nem tudom, mi volt ez a hang. Mindjárt visszatérünk a kalapácsos dologra. Ajjajjaj! Nem baj, plusz 7 dollár. Na még egy kis... Ó, tökéletes. Plusz 18. Eladás. Király. Gyere te is. Mi a fene van veled? Mi? Teljesítményt értél el? I will kick your eggs. Szét fogom rúgni a tojásaidat. What? Ez érdekes volt. Jó, oké. Szóval a lényeg az, hogy ezek a kalapácsos dolgok, azokat te kell szerelni szerintem, és ahhoz kell egy szerelő ilyen műhely, vagy szerelő cucc, ami meg tudom szerelni. Most már beugrott. Ott a vevő. Na, szóval neked kell a guminő. 18 dollár. Nehogy már. Jó, mondjuk 16 dollár a bolti ára. Hát akkor azért próbáljuk meg. Csak megér neki. Plusz még 4 dollárt, illetve... Ó, tökéletes. Ez 1 dollár. Na, még egyszer próbáljuk meg. Ez az, és... Plusz 4 dollár. Köszönöm szépen. Ide 16 dollárból 27 dollár, ami teljesen jó arány. Na most örülsz mi? És már nem tudok rátenni több mindent, viszont itt van valaki még. 88 dolcsi. Gyerekek, 80 helyett 88. Próbáljunk meg többet kialkodni tőle. Á, ez nagyon jó. Plusz 20 dollár. Na még. Ez az. Mi? Nem fizetsz többet? 108. Jó, nem kockáztatok, a végén még itt hagy. Hogy táncol? Hát ezt nem viszem el. Jó, oké. Újabb vevő. Á, dekódobozos csajszi. Samantha. 286 dolcsi. Gyerekek, ez valami jó. Ajaj. Nem baj, 26 dollár. Illetve még egyszer próbáljuk meg. Ajaj. Utolsó ajánlatom. Jó, adjuk el neki. Ne kockáztassunk. Gyerekek, ez baromi jó. Viszont ide már tényleg nem fér több. Billy bácsi, te olyan rossz helyen vagy, hogy ezt el sem lehet mondani. Menj már innen el. Nézd meg. Menj már innen. Nézd meg. Szerencsétlen. Közben jött egy vevő. Azaz, mondtam, én rá lehet tenni, csak akkor eddig valamiért nem akarta. Na mindegy, szóval. 150 dollár a... Ezért a cuccér, amit nem is tudom micsoda akarani, de mindegy. Na még drágábban. Plusz 15 dollár, illetve... Ez az... Plusz 38! Tudjátok mit? Eladom. Nem leszünk túl mohók. 1658 dolcsi. A motor, srácok, el kéne adni valahogy a motort. A Repair Station. Jó, mennyibe kerül ez? 800 dollár, hát nem baj. Muszáj megcsinálni, mert itt van a tutorial, ugye? A cikkek helyreállítása. A Mikó javító műhelye lehetővé teszi a törött tárgyak megjavítását. Az elromlott tárgyaknál kalapács ikon vannak, ha jól gondoltam. Fix, sérült pontok, amelyek hasznosítják a fejszével felaprított szemetet. Jó, itt a vevő. Na, jaj. 660 dollár a motor? Gyerekek, ez baromi összeg. Na jó, alkudjuk följebb. Hát nem sikerült. Hát egy kicsivel igen, de nem lett tökéletes. Ez az, most viszont jó. Plusz 60 dollár, gyerekek. Tökéletes. Adjuk el. 780 dollárcsiért. Hogy táncolsz te? Itt is van egy vevő. Neki a kép kell. 375 dollár. Ez az. 38 pluszban.
És még... Aha. Még 93! 375 helyett 506 ér? Hát ezt teljesen hülyére vettem ezt a csávót. Hát nagyon jó! Ide már nem tudok tenni semmit, és ide sem. Jó, akkor most már tényleg kezdek kifogyni a cuccokból. Ideje megjavítanom a többit. Szóval, boltot bezárjuk. A tévé az el van romolva, úgyhogy akkor vigyük oda és javítsuk meg. A raktapacos tévét. Na nézzük, most erre üssek rá, vagy mit csinálják alá? Ja, értem, szóval, hogy... Így van, aha, megvan. Oké. Okay. Forgassuk el, ott nincs semmi. Á, itt. Erről van szó, tárgy megjavítva, gyerekek. Az első tárgy, amit most itt megjavítottam. Jó, akkor őt már is el fogjuk tudni adni. Szóval elvileg ezt én ki tudom állítani ide is. Nagyon jó, jöhet a következő. Ez, kérem szépen, ami a fene tudja miért, ez egy kája, vagy miért Isten akar ez lenni. Szóval akkor ahol a raktapasz van, ott kell mindenképpen, nem? De, hogy is nem. Törmelékes zóna, nincs elég erőforrás. Haló! Haló! Három olyan fogaskerék van mellette. Nem elég fejlett ez a javítókészülék, vagy ez most micsoda? Jó, mindegy, ezt nem tudom megjavítani, szóval kivesszük és hozunk egy másikat. Ez pedig majd nem tudom, mi lesz ezzel. Na, ez a fék teljesen jó lesz, ezt több helyen is meg kell majd javítani. Hát most kíváncsi leszek, hogy ezt meg tudom-e egyáltalán javítani, vagy sem. Jaj, tudom már mi van! Értem! Szóval akkor ezért kell szednem ilyen cuccokat? Most már tudom. Emlékeztek, az előző részben szedtem ilyen fonalakat, meg mindenféle ilyen dolgot. Hát azért kell, hogy meg tudjam javítani ezeket a tárgyakat. Jó, akkor legalább őt is majd el tudjuk adni. Akkor most már értem a dolgot. És akkor a fogaskerék az mi lenne? Az lenne a fém. Hoppá. Forgassuk meg. Igen. De nem, várjál. Ezt most meg tudtam csinálni, mert csak egy fogaskerék volt. Jó, ezt most nem annyira értem. Aki ezt vágja, az írja már le nekem, legyen szíves kommentbe, hogy akkor ezt hogyan kell értelmezni, mert annyira nem vágom. Vagy csak nehézségi szinten ne? Szóval nem tudom. Az üzletet szépen kinyitjuk, most már nincs mit megjavítani. És akkor lehet jönni, kedves vevők. Sőt, tudjátok mit? Amíg a vevők nem jönnek, addig ezt fejlesszük. Úgy. Úgy. Ja, de várjál! Ezt fel tudom tenni ide. Van helyem, a gyerekek. Ott a vevő. Cső. 42 dollár, az iragom mi a broncsér? Hát figyelj. Fogy. Plusz 9. Na még egyszer. Úgy is van. Plusz 4. Jó, köszönöm szépen. Viheted. Szia. Mi? Ez a csaj azt mutatta, hogy elvágja a torkomat? Láttátok? Ez 875. Tudjátok mit? Ez most nem tudom miért jobb, hogy ekkorát fejlesztettem rajta, de... 500 dollár ez a székér? A bolond vagy te? Hát akkor adja többet. Ez a csávó amúgy egy nagy balák egyébként. Ennek adtam el ilyen marhadrágán, aztán már nem tudom micsodát. Hát mondom, ez egy balek. És még egyszer tudok alkudni. Na jó, nézzük. Á, elcsesztem! Jó, tudod mit? Vidd el ennyiért. Kész, tiéd. Ó, király. Ő meg a tévét. Ez az! Plusz 20 dollárért, de mindegy. Tiéd. Jó. Na mit adsz a benzinkúter? 160 dollár. Jó. És még egyszer lehet. Hát nem a legjobb, de nem baj, így is jó. 232 dollár. Gyerekek, 1995 dollárom van. Jaj, de jó. Hogy beszél ez? Jó. Plusz 8. Ez az. Plusz 3. Jó, eladjuk. Többet nem alkudunk. Viheted? Na jó van, srácok. Most már nem mutatom ezeket az alkudozásokat, mert igazából mindig ugyanaz történik. Eladom, amit csak lehet, aztán megyünk és megnézzük azt az e-mailt. Á, bevő. Igen. What the? Mi van? Bobby Gray. Gray. Hát nem véletlenül szürke. Szürke Bobby. Szóval is hát szürke Robi. Ezekből talán kapok fát, nem? Na végre. Köszönöm. Ebből fémet? Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Közben bevő jött.
Jó, na akkor ezeket is megcsinálom, megmondom, eladom az össze egy cuccot, és akkor tök jó lesz. Ó, ásatási föld, találtam egy ilyet. Jaj, vevő jött. A vat, egy teniszütő, gyerekek. Jó, akkor szállítsatok el, mi pedig menjünk be a boltba, miatt még a vevő el nem megy. Közepes polc építése, csináljuk meg. Jó, nézzük. Hát fölkerült még a mikrohullámú. Na, skacok, utolsó tárgy. Ő az utolsó tárgy, ez a labda. Minden mást eladtam, amit csak el tudtam adni, és meg is érkezett a vevő. Megjött a karattyolós, jó? Igen. 8 dollár egy labdáért? 41 dolláros labda. És plusz 3 dollár. Jó, oké, vigyed. 44 dollárért a tiéd. És akkor nézzük meg ezt az e-mailt. Old Beer Jackson írta. Méri órája. Figyú, emlékszel arra a jövendő mondó Mérire? Eltűnése után a háza évekig üresen volt, most már a Mikkóé. Ha megnyered ezt a különleges eseményt, eladnád nekem a régi órát? Ha megtalálod természetesen, kösz, apropó, szerezve egy álkulcsot, csak úgy mondom, jutalmat 380 dollár. Ha gyerekek, ezek után 380 dollár, mert nem is olyan sok. Jó, fogadjuk el, és Barnhub. Barnhub, na nézzük. A Roosevelt Street híres arról, hogy ez az egyetlen utca Amerikában, ahol mesztelenül sétálhatsz és ihatsz, de a Méri története óta ez már nincs többé. Terezéna, Roosevelt utca 2430, vegyünk benzint, és akkor utazás. Gyerünk! És itt vagyunk. Gyerekek, ez úgy néz ki, mint a San Andreasba Grove Street. What? Lol. Engem nagyon arra emlékeztet. Jó. Auntie Mary's, szóval Mary nagynéni, mikor különleges rendezvény? És akkor itt vagyok jelenleg. One way. One way ticket. Sziasztok! Méri lányom, mondja ő. Hello. Árverező, örülök, hogy újra látlak. Méri büszke lenne rád. Igen, köszönöm. Persze, hogy elindítom. És ismét az aukciónál vagyunk. Na akkor licitáljunk, gyerekek. Most már van miből. Jó, 750. Nem adunk rá 200-at, teljesen fölösleges. Szóval inkább csak 100-asával megyünk föl, amíg lehet. 750 dollár egy házért nem is olyan sok. Még 950 sem sok egy házért. 1150? A teljes pénzem rámegy, gyerekek, amit kerestem. Jó, de most már jár le az idő, ott alul mutatja a csík. És az enyém lesz, köszönöm szépen. Jó, hát ez 2400 dolcsi. Most már az enyém a ház, az ajtó ki is van nyitva, igen, logikus. És maradt 264 dollárom. Most ez tényleg komoly? Jó. Ráment a katyám erre a házra. Jó, hát akkor nézzünk körül, gyerekek. Megérte nekem ez egyáltalán, vagy sem? Hát fát már találtam. Igen, ebben nincs semmi. Na, őt el tudom adni. Szállítsuk el. Ezt, mármint ezt el tudom szállítatni, azt pedig el tudom adni, igen. Az ott mi? Jó, egy kis pénz. Ezt szétverjük, jó. Oké. Na, most kell a lámpa. Hogy lássak is valamit, mert gyerekek, itt olyan mocsok van, fúj! Fúj, mi? Ja igen, őt el kéne ezt szétverjük, jó. Őt pedig vigyétek el a francba. Jó, hát gyerekek. Vele mit tudok csinálni? Ja, hogy ez csak egy poszter. Jó, oké, értem, igen. Jó, ez meg volt. Halljátok ezt a hangot? What? Ákulcs! Helyes sorrendben használd az ákulcsokat az ár kinyitásához. A-val D-vel tudom mozgatni. Ez ennyi volt? Ez volt a helyes sorrend? Jó, ezt most nem annyira fogtam fel, de... ám legyen. Mi van itt, gyerekek? Oda néz! Milyen jármű van itt, ez mennyit fog érni? El tudom szállítatni ezt a gramofont. Jó. Garage. De jól néz ki ez a neonnal való kiírás. Tetszik. Jó, elszállítatjuk, és akkor őt is szállítassuk el, gyerekek. Ez egy The Road Toaster, egy gyűjthető. Várakozik, igen, majd amikor megyek haza, akkor jön velem. Szemét.
Oké. Trombita, gyűjthető, nagyon jó. Vörös ciklon, ez egy porszívó lenne? Nekem úgy tűnik, hogy egy porszívó. Igen. El is vitték, király. Nincs kulcsod, nagyon jó. Akkor majd kell szerezni van a kulcsot. Na nézzük fel, hogy itt fönt mi van. Hát, fának való cucc van. What? Ez de komoly. Ő lenne Méri néni? Vagy ki? Srácok, ez szerintem ez Méri néni. Megint csak az álkulcs. Jó, nézzük. Hát ez tök egyszerű, gyerekek. Ebben semmi extra nincs. Picikét vártam volna, hogy nehezebb. Majd az álkulcs használata, de nem. Na ez micsoda? Ez egy lemon wine gyűjthető cucc. Jó, akkor vigyétek el. Jó. Az egér. Na akkor őt is. Köszönjük szépen. Őt is. Gyerekek, lesz mit kiállítani megint, és lesz mit eladni. A különböző vevőknek. Ah! Egy kutyusos kép. Amit leejtettem. Na mindegy. Köszi. Jó, a szék. Ó, micsoda szék. Raven Leader. Megint a földön kívüliek. Ott is UFO. Szerintem Méri néni. Méri néninek volt valami UFO-s élménye. Ezt megmerem kockáztatni. Azért van itt tele firkálva mindennel a fal. Ez egy kaka. Na jó. Kérdekek, hol lehet a kulcs? Postaládában nincs kulcs? Ki se lehet nyitni. Hajaj, itt is a földön kívülies grafika. Földön kívülies. Na, ezt jobban mondtam. A teljesítményt értél el. Fresh collector, személygyűjtő. Nagyon jó. De be akarok menni. Használod a kulcsot az ajtó kinyitásához. Köszi, de nincs kulcsom. Ó! Azt hiszem, ez egy kapcsoló. Mi a f... Na jó. Szóval, azt hittem, hogy ez egy lelógó kulcs, de közben egy kapcsoló. Na várjunk. És itt kinyílt valami. Mi ez a... Gyerekek, ez a szoba a Twin Peaks... A Twin Peaks című sorozatból az egyik helyiség. Hát ez valami zseniális. Nagyon tetszik. Tök jól néz ki. És itt a budipapír. Meg is van. Szóval akkor ide volt elrejtve. És vele mit tudok csinálni? Üssem szét. És őt. Őt is. Őt is. Meg őt is. Méri néni, miket rejtegetett itt az öreg asszony, gyerekek? Nem mondott komolyan! Ah, nem mondott komolyan! Jó. Oké. Oké. Ja, és itt volt az ajtó. Ah, végre! És most már hátra tudtam jönni. Jó. A House Flipper-es Welcome lábtörlő. Na, adjuk el. Az ott mi? Egy pisztoly. Egy 9 mm-es pisztoly. Jó. Forró láb. Ez olyan, mint egy boiler egyébként. Úgyhogy majd lesz nálam is boiler eladó. Na jó. És sose volt vicces. Inkább idegesítő. Ebből fém lesz. A téglákból fémet kapok. Azt hogy? Libikóka. What? Várjunk. Ó, nem mondod. Gyerekek, ez mekkora. Áha, csak meg kéne valahogy kapaszkodnom. Hogy is kapaszkodik meg? Ó, megvan. Megoldottam. Érdekek, ez tök jó. Á, mi az? Próba baba. Tedd már le. Szállítsatok el, kérlek. Köszi. Fém. Samli. Ez mi? Miért csillog? Insomnium Bang. Ja, mert ez... De hülye vagyok, hát ezért jöttem. És minden tárgy össze lett gyűjtve. Nagyon király. Hát persze, ezért jöttem alapból. Ugye ez volt a fő cél. Szerintem akkor tényleg minden megnéztem. Irány a haza, gyerekek. És akkor pakoljuk majd ezeket föl szépen a polcra. Várjunk, kukák! Ó, nem mondod, ezeket is el tudom adni. Hát gyerekek, ebből még plusz pénz jön. Akkor most a tényleg, srácok, annyi a dolgom, hogy irány haza. No. Így van, szeretnék hazamenni. Szóval, a kocsi fölmegy a platóra. Jaj, nagyon király.
ez biztos marad drága lesz. Értékes autó, és akkor 16 per 16, 1 per 1, 1 per 1, 2 per 3, összegyűjtendő. Valamit még itt hagytam. Na mindegy, most már ez ennyi, és nagy gép. Hát azt gondolom a kocsi. Jó, oké, köszi. No, megérkeztem, yes, és már éjszaka van. Viszont akkor, na várjunk, nézzük meg a cuccokat, amiket hoztam. Hát először is Billy bácsit megkérjük, hogy pakolja már ki őket, köszönjük szépen. Nem fog itt egyesével szarakodni velük, és akkor nézzük. Na nézzük, mit kell megjavítani. Hát még ezt még mindig meg kéne. Ezt le kell majd mosni. Illetve van még itt ugye ez a cucc, ezt majd fel kell adni az e-mailben. Ugye meg is csináljuk, de előtte akkor takarítsuk le ezt. És akkor mossuk le szépen. Na most van kész, végre valára. Elem letisztítva, köszönjük szépen. Jó, akkor tegyük rá ide. Jó, és akkor pakoljuk fel a polcokat. Igen. Igen. Ide már nem tudok, de azért. Oda a kis komód, és akkor még ide is. Így van. És akkor ide. Aha. Akkor ez csak működik, de csak így. Szóval e-mail. Méri órája, és akkor csomagolás és küldés. 380 dolcsit kaptam ezért. Elvileg. Így van. Hozzá is lett adva. Ha kész, feküdj le aludni a gondnok szobájába. Úgyhogy akkor irány a gondnok szobája. Igazából most van az én szobám. És akkor aludjunk. Jó éjszakát kívánok, és akkor azt hiszem, talán pénteken fogunk fölkelni. Vagy nem? Nem, kedden. Oké. Kedd reggel 7, új e-mail. És akkor innen fogjuk folytatni a következő alkalommal, gyerekek. Ne felejtsetek feliratkozni a csatornámra, illetve benyomni a csengőt, hogy kapjatok értesítést az újabb feltűtéseimről. A videót lájkolhatjátok, hogyha szeretnétek, illetve hogyha tetszett a videó, illetve kommentbe írjátok le a véleményeteket, és akkor találkozunk a következő részben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!